Üdvözlök ismételten mindenkit! Most is lesz ilyen jellegű videó. Most nem lesz feltöltve, és nagy valószínűséggel nem lesz annyira recsegős a hang, mint szokott lenni. És mondtam azt, hogy több forráskódó Office is van ilyen Ubuntu rendszerekre. Nagyon el van kevve a LibreOffice-a, vagy VPS-e. Nem nagy valami, rá kellene a weboldalra, és meg lehet tanulni elméletileg 2 hét alatt. Olvastam ilyen munkásoknak való oldalon. Szerintem ezt az alapokat 2-3 óra alatt el lehet sajátítani. Mitől is ne mostan rá lesz téve, és közben át lesz kicsikét olvaskatva. Itt van, mire is jó, olyan Excel szerűségek. És le kell tölteni. Van ez a 64 bites verzió. Egyik ez a stabilabbik verzió, 7.1.7. Valahogyan mégiscsak a stúlvalat fogom mostan választani. Nem tudom, én valahogy nem a legújabb felé kell menni, mert egyre nagyon rossz logikám voltak itt a csatornán is. Legújabb szoftverre, legújabb betáka, és közben még nagyon nem lehetett haladni nagyon semmire se. Megabyte. Lassan le fogja tölteni. És itt kellett választani az angol nyelvet, ami 1,3 megabyte, de több nyelvet is lehet. Van magyarul is, van angolul is, legyen angol, ami maradt. És már itt is lesz, ne lesz. Befegetve. Tehát nézve, meddig tart neki. Ilyen centos. Webszédük van. Az időt. Jól látom. Leírja 15 perc alatt. Van fönt a dokumentációja is a szoftvernek. És van itt
lehet tölteni source kódot, és azt lehet úgy feltelepíteni. Máshogyan tölt, és vannak ilyen leírások is hozzá. Látni. Többes számba. Nem tölti be, mert éppenséggel mostan. Töltődik! Még egy office. Vagy a DP. Es! És még vannak a dokumentációi neki. Van ilyenes verziója, meg prémiumos verziója. Derül az, hogy mi a kettő között a különbségek. Eleve a számítógép az élet létrehozva. Gépelni akartok rajta, szöveget szerkeszteni, meg grafikát. Most még vannak ezek a YouTube kanál, sok YouTube csatorna, és azt nézegetik. Erről szól most már. Változik az idő. És az így szokott télni. Van prémium. $120 kerül. Az, ami csak a Windowsra van. Linuxra is lehet venni abszolút. Hát nem rak sejtse venni itt a nyitforrás kódóra nincsen támogatások. $30 kerül a prémió. Lehet tölteni a Mekre for Linux, és itt valami beta fog lenni, mint Vutka, jól emlékszek. Nem a legújabb verzió, vagy beta legújabbnak a legújabbja, vagy egy 2019-es. És én mindig ugyanott. Van ez a personal, személyes verzió. És ez az egy verziójuk van, több nincsen nekük. Nem is fog lenni. Mi is van még itt, ilyen szövegszerkesztőt is van. Túl sok a szóismétlés. Milyen szövegszerkesztő található még a Linuxra? Van a hivatalos Snap Store. Snap Store. Snap. Snapcraft. Jó a több alkalmazások lehet megtalálni. Főleg ilyen office-oknál.
és ide lesz kapcsolva a... Snap. Craft! Rajta! Ez a Brave böngésző, Chromium, Opera, Runbox Pro. Szerezve. A töltése. Ina. Google-be! Ubuntu. Office. Valaki ám. Blogok neki! Nézd ki, hogy napja lassan megnyitne az internetem! Bekapcsolom.
és lehet elolvasni, hogy mik vannak. A VPS, Libre, Calligra, OnlyOffice, Google Doc. A Libre van, ez a Calligráról még nem hallottam. OnlyOffice. VPS Office van. Meg Office Online Office. Lehet rajtuk találni. És nem ki lesz. Próbálva többen a LibreOffice-nál vannak. Pont ezzel éppenség ezt a Calligrát. Próbálni mi is ez. Nem kompatibilis a Microsoftos szövegszerkesztőkkel. Az OnlyOffice. Ez a kompatibilis. Jó, olvastam. Van ezt a OnlyOffice-ot. Mi csak? Mire képes? Mire? Nem. Ingyenes. Újabbik verziója július 13-án jött ki. Ez a mostani a kompatibilissal. Többivel! Majd letöltődjenek. Nem felejtem el, elindítani ezt a másik letöltést is. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szevasztok!